Nyíregyháza belvárosából a városalapítók szobrától indult az a több mint 100 fős tanyatúra, amelynek résztvevői ellátogattak a várost körülölelő tanyák némelyikébe, így Rókabokorba, Benkő, valamint Sulyánbokorba. Úgy gondoltuk, hogy a városnap közeletével egy város közeli élményt adunk az érdeklődőknek, és meglátogatjuk a bokott tanyákat. Az értékes esték programsorozathoz tartozó kirándulás során az érdeklődők megismerkedhettek az országosan is egyedülálló település szerkezet jellegzetességeivel, történetével, továbbá dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató jóvoltából érdekes előadásokat hallhattak a bokortanyákon élők vallását illetően, mindennapjaikkal, életmódjukkal, táplálkozási szokásaikkal kapcsolatban. A lakóházakról annyit, hogy a berendezését mindig a társadalmi helyzet határozta meg. Ha lehetőségük volt, akkor kialakították a tiszta szobát. A tiszta szobát természetesen csak ünnepi alkalmakon használták, és bizony ennek gyakran tároló szerepe volt inkább. Tehát ott tartották a befőtet, ott tartották azokat a értékeket, és bizony, ha lehetőségük volt, szép tulipános ládát vettek. Az esemény keretében Benkőbokorban a tanyasi fák árnyékában egy sajátos hangulatú, szabadtéri kötet bemutatóra is sor került, ahol Bácskainé dr. Pristyák Erika a témában írt több éves kutatáson alapuló kötetét Életképes bokortanyák címmel vehették kézbe a túra résztvevői. Az országban körülbelül 5000 tanya volt, ami most a felére csökkent, 2500 körüli a tanyák, és azért gondolom, hogy életképes a tanyák, mert név szerint, helységnév szerint, a hivatalos helységnév szerint is mindegyik megmaradt. Még mindig azok is, amelyben 10-12-15 fő lakik, Mohos, Kordován, Bokor, azok a kis tanyák is. És ott is vannak már új házak, vagy rendbehozott házak is. Tehát egy sem sorvadt el. A körülbelül 60 tanya van így, 58-59 tanya van, 36 nyíregyháza körül napjainkban is. Nagycserkész és Nyírtelek körül. A Nyíregyháza környéki bokortanyákon a hivatalos statisztika szerint körülbelül 8000-en élnek. A lakosság szám az utóbbi években, ha kevésbé is, de növekvő tendenciát mutat. Ennek elsősorban az az oka, hogy sok fiatal dönt a kiköltözés mellett, ugyanis az ingatlanok viszonylag alacsony áron megvásárolhatók, és a város is közel van.